A fehér gólya vonulási útvonala a gyűrűzési eredményeknek köszönhetően jól ismert. Kisebb-nagyobb csapatokba verődve augusztus végén hagyják el az országot, és fészkelőhelyükre rendszerint március második felében, április elején érkeznek vissza. Sokuk azonban lemorzsolódik a viszontagságos úton. Egerben egy gólyapárt tartanak nyilván a Bükki Nemzeti Park igazgatóság szakemberei, amelynek egyik tagját március 13-án látták először felnémeten. Egész pontosan március 13-án volt az első észlelése, első megfigyelése. Hát azt mondhatjuk, hogy ez egy kicsit korai érkezésnek számít, bár a tapasztalatok szerint a fehér gólyák érkezése tavasszal egy kicsit időben előrébb tolódott. Tehát valószínűleg ez is a klímaváltozással van összefüggésben. A gólyákat kizárólag a közös fészek köti össze, ezért is érkezik jelentős időkülönbséggel a hím és a tojó. A magyarországi gólyaállomány a védelmi tevékenységeknek köszönhetően stabilizálódott. Ezeket a madarakat leginkább fészkelési lehetőségeik megszűnése, valamint táplálkozó területeik csökkenése veszélyezteti.